Na helló, srácok! Nem tudom még ebből a videóból mi lesz. Most itt kidobtam egy próbadarabot. Itt van egy alfa teszt. Megmondom, hogy mit szeretnék, de gondolom már látjátok. Nagyon tetszenek ezek a kofferek, amikben ezek a babák, vagy toldók, vagy mit tudom én minek hívják. Ezek így szépen bele vannak helyezve. És akkor kinyitod a kis koffert, és akkor szépen kiszedegeted belőle, nem ezekre rakod rá a traverszt. Egyébként is a traverszek végére van egy ilyen műanyag kupak, ami még ugyan nincs megvéve, de meg fogom venni. Amiket ide lehet ráhúzni, így, és akkor szépen le lehet állítani erre a felére. Na és akkor én azt találtam ki, hogy van itt ez az üres kofferem, ami ez egy kicsit piszkos, meg egy kicsit már használt, meg egy kicsit ilyen-olyan, de ez semmit sem von le a dolog szépségéből. Van nekem ez a kofferem, meg van ez a kimaradt szivacsom, amit még a parasztrekhez vettem, azt hiszem, vagy nem is tudom, hogy... Jaj, a kis ládához, amit egyébként a mai napig használok. Ehhez vettem. Takarodj már innen! Ehhez vettem mi. Most ugyan nincs benne a D-box, mert kölcsön van adva, de egyébként a mai napig ez tökéletesen teszi a dolgát. És arra gondoltam, hogy mivel az a rengeteg anyag kimaradt, hát rengeteg idézőjelben rengeteg, az pont kiadná nekem a táskába, hogy ezt így belerakjam. És akkor ugye itt jó néhány ilyen babáról beszélünk már, hogy ezt így megcsináljam. Első körben arra gondoltam, hogy ezt jó felforrósítom, majd belengedem és belesüllyed magától. Nem jött be. Aztán jött a B-terv, hogy jó, akkor használok körkiszúrót. Ez itt működött is. Csak ugye ez belehullik. Jó, akkor kisebbet kell választani. Ugye a kisebbik az meg ő. És először nem voltam benne biztos, hogy az úgy jó lesz. Aztán kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha én ezt megmelegíteném, és akkor egy kicsit nagyobb lenne a furat. És akkor így tökéletesen passzol bele, és esetleg fejjel lefele van a láda, akkor sem tud kiesni belőle. És mindezt három réteg ilyen szivacsból meg tudnám valósítani, ami egyébként nem túl olcsó dolog, mert azt hiszem ez a tábla volt valami 5-6 ezer forint. És ha jól néztem, ebből bőven kijön a három. Azt mondja, hogy agyin, dva, na, így bőven ki kell, hogy jöjjön a három tábla, ami ebbe kell, és akkor szépen benne lenne. Valahogy úgy megcsinálni, hogy hát ugye most egyelőre ahhoz dolgozunk, amink van, egyik felébe kifurkálni, ahány furat csak fér, ha marad üresen, az nem baj, mert később ki tudja, hogy veszünk-e még traverszt. A másik végében meg szépen furatokat tenni, és a kis sasszegeket belerakosgatni. Most nem tudom, hogy meddig jutok el ezzel a projekttel, vagy egyáltalán hozzáfogok-e ma. Egy iszonyatosan migrénes fejfájásom van, de hát legalább már odáig eljutottam, hogy megvan a módszer, és kipróbáltam egyébként úgy is, hogy nem melegítettem meg a körkiszúrót, az nem jó, mert akkor ez történik, morzsálódik a dolog. Úgyhogy ez a jó megoldás, hogy a körkiszúró ki van, vagy fel van melegítve, és akkor így szépen beleférnek ezek a dolgok. Most még egy kicsit attól tartok, hogyha látjátok, amikor belenyomom, egy kicsit megnő a térfogata a dolognak. És mi van, hogyha sokat nyomok bele, és annyit nyom, annyit fog tágulni a szivacs, hogy mondjuk az utolsó sort már nem bírom belerakni. De ha meg nagyobbra vágom ki, akkor pedig ki fog belőle potyogni, hogyha fejjel lefele van. Vagy
Ugye a három réteg az nem olyan, csak idehozom, és akkor megmutatom. A három réteg az arra elég, hogy talán színben lesz. Így. Hát még színben sem. A tetejébe még egyet belevágni, amikor lecsukom, akkor ez így színeljen vele, és akkor az beleszorítaná. Vagy esetleg négy réteg. De azt meg anyagpocséklásnak tartom, mert tök fölösleges négy réteg, mikor annyi kell, hogy ezt itt kényelmesen meg tud fogni és kihúzni. És tök fölösleges ezt beljebb nyomni. De igazándiból lehet, hogy most bele sem fogok ebbe, hanem kirakom ezt a videót nektek. És az ötleteket meg megvárom, hogy mit mondtok. Na, ugye ezt a keresztmetszetet veszem alapul, és akkorára vágom ki a költ, akkor ha ezt belenyomom, oké, benne marad, mindaddig, amíg meg nem mozdítom. Most ugye nem esik ki. Mert éppen tudok akkora körkiszúrót venni, biztos, hogy van akkora méret, vagy valami nagyon hasonló, az, hogy nekem nincs, az egy dolog. Csak ugye látjátok, hogy itt tágul a dolog, és amikor elfogy a hely a táskában, akkor már nem tud tovább tágulni, és lehet, hogy az utolsó pár furatot már így összenyomja. De mi van, hogyha például ezt úgy akarom belenyomni, hogy ez össze van nyomva? Hát végtérés akkor is belemegy. És ugye csak egy lehetőségem van, mert ennyi anyagom van, és még egyszer nem akarok most 5000 forintot kiszórni az ablakon. Úgyhogy lehet, hogy megvárom az ötleteiteket, és akkor együtt ezt megcsináljuk. Elférne éppen a traverszben is, mert ha csak az egyik végére veszek kupakot, akkor a másik végében tökéletesen elférne, de mennyivel jobban mutatna, mint ahogy a klempek is benne vannak egy ilyen kofferba, ugyan nincs benne tartó, de benne vannak, hogy csak így ebből kiveszem, és tök jó, mert jól néz ki, meg tudom, hogy megvan minden. Ráadásul, hogyha annyi furatot teszek egyelőre bele, ahány ilyenem van, akkor tök könnyű ellenőrizni elrakásnál, hogy megvan-e mindegyik, mert ha nincs szabad furat, akkor megvan mindegyik, ha van, akkor egy szopik valahol. Ja, úgyhogy várom az ötleteiteket, hogy egyébként ezt négyjel próbáltam, várom az ötleteket, hogy ti hogyan oldanátok ezt meg, vagy bármilyen. Hát igen, ez nem jó. Ez így nem jó. Még ha rá is csukódik, hát ahhoz rengeteg anyag kéne, hogy úgy csináljam meg, hogyha rácsukódik, akkor színen, akkor lehet, hogy 6 réteg kellene, és akkor kellene vennem még egy tábla ilyet, meg ráadásul tök jó, hogy itt van ez a zseb, és ebbe akár rakhatnék szerszámot, később, hogyha meg lenne az a kalapács, amivel ki lehet venni egy ilyen bronz szerszám, amit így ráraksz a traverszre, megnyomod, és akkor ki is nyomja belőle a kúpot, mármint ebből, hol van, azokat másik oldalról így rácsimpaszkodik, és akkor kinyomja belőle. Az egy tök jó szerszám, csak nagyjából 50 000 forint, de már eszembe jutott, hogy van én nekem egy nagyon ügyes esztergályos barátom, és hát, hogyha azt le tudnál nekem másolni. Na, szóval most ebbe vagyok, gyerekek, és kicsit olyan vagyok, mint a kisközség, tanácstalan, hogy hogyan oldjam meg ennyi anyagból. Erre most nem akarok pénzt szánni, ez most direkt úgy van, ami itthon van. Ez is volt, táska is volt, évek óta pakolászom, nincs benne semmi, barucot, ami barátomtól kaptam, úgyhogy hatalmas pacsi neked, Tomi, amiért nekem ajándékoztad ezt a tásenkát. Hogy gyakorlatilag ebből kéne gazdálkodni. Ezt meg valami másfajta ragasztóval összeragasztani, mert most hirtelennyiben pillanatragasztóval ragasztottam össze, de egyébként azt hiszem ez jó is lesz. A pillanatragasztó az tök jó. A táskában azt hiszem pálmatexcel csináltam, azon nehézkesen kötött meg.
az a pillanatragasztó meg elég jónak bizonyul. Oda, ahova tettem, csak egy pár cseppet tettem bele, mert mondom, úgyis ez még csak prototípus. Ja, ez jó kapaszkodik, és nem is tudom csak úgy szétszedni, hogyha szakítom. Szóval, ja, a pillanatragasztó az jó lesz. Na, úgyhogy gyerekek, hát most egy kis anyag megy a hulladékba, de amúgy is ott volt egy darab rajta, ami megmaradt, és azt levártam, úgyhogy kíváncsi vagyok, ti hogyan csinálnátok meg, vagy nektek van-e már ilyen, vagy bármi hasonló. Úgyhogy nyugodtan a kommentbe írjátok le, hogy szerintetek hogyan csináljam ezt meg, hogy csecse legyen. Arra már rájöttem, hogy tök könnyű vágni például, hogyha a schnitzer pengét is fölmelegíted, akkor nem ilyen lesz a vágás, mint itt, hanem ilyen, mert ezt schnitzer pengével vágtam. Előtte megmelegítettem, és akkor szép lesz. Ezt meg korábban csak simán egy életlen schnitzerrel vágtam. Nyilván, hogyha éles schnitzerrel vágtam volna, is jobb eredményt értem volna el, de ennél nem jobb, mert ez csak már húztam, és már ment is. Arról meg hamarosan lesz egy videó, meg arról is be kell programozzam. Úgyhogy, ja, na, várom a hozzászólásokat, ötleteket, tanácsot, ti hogy csinálnátok. Én egyelőre eddig jutottam. Jó ez az anyag, csak nem tudom miért ilyen picsadrága. Na, srácok, meg tálupraláim.